Csodás díszlet, csodás fények, fantasztikus hangulat. Ez jellemezte a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának november 25-én megrendezett szülők-nevelők báját. Az elmúlt évek magyar, görög, orosz bája és a csodálatos téli világ után idén a fények éjszakájára várta a vendégeket az intézmény. Nagyon szeretem a lézert, a lézersót, és ezen elindulva így kipattant, hogy fények éjszakája legyen, és hát úgy tűnik, hogy megvalósul dekorációban már mindenképpen. Az ötletet a szervező csapat és a bál két főszervezője, Kelemenné Opauszki Csilla, SMK elnök, és Szabóné Tereánszki Nóra pedagógus valósította meg. A több szempontból is különleges estén utoljára fogadta a vendégeket háziasszonyként az iskola nyugdíj előtt álló vezetője, Grausza Jánosné. Ez az én utolsó bálom, amit én szervezek, vagy én is szervezek. Vannak meglepetések. Úgyhogy azt tudom, hogy lesz lézersó, de nem tudom, hogy ez miről fog szólni. A csodás lézersót az egyik szülő, Kovács Tamás alkotta meg, akinek 4 gyermekéből 3 az intézmény diákja. Ide járt egyébként, tehát tanítványunk is volt, és hát egy végtelenül jó szülő, és nagyon-nagyon támogatja az iskolát, nem csak ezzel a műsorral, volt már máskor is, illetve hát segít bent a állandó dekorációk, filmvetítések megvalósításában. A Sós Emese és Smutka Balázs Betty által megálmodott csodás dekoráció a falakon és az asztalokon, valamint a mennyezetről lelógó díszek is ezüstösen csillogtak a fények éjszakáján, ahol a bál kezdetén a 300 vendéget Patai Anna szórakoztatta dalaival, aki 2010-ben 11 évesen vált országosan ismerté a Megasztárban, azóta pedig több slágert és színházi szerepet tudhat maga mögött, a még mindig csak 24 éves énekesnő. A műsor az elmúlt évek bájainak felidézésével folytatódott, különös tekintettel arra a 16 eseményre, mely Grausza Jánosné 17 éves vezetése alatt valósult meg. A fotókból álló összeállítást a látványos lézersó követte. A csodás fényjáték után a tagintézmény vezető és Pető Szűcs Mária iskola lelkész köszöntötte a vendégeket, majd Kiskörös város felnőtt mazsorett csoportja szórakoztatta a résztvevőket. A bál vendégei részvételükkel támogatták az iskola céljainak megvalósítását. Szociálisan rászoruló gyerekeknek a támogatása, kirándulások támogatása, illetve ami nem valósult még meg, ez a kültéri hirdető tábla, ezzel még körözünk, mert igen-igen sok pénzbe kerül, de nyilván ennek a bálnak is lesz majd bevétele, és reméljük, ha azt hozzátesszük, akkor meg tudjuk valósítani. A bál vendége volt Domonyi László, városunk polgármestere is. A fények éjszakáján Pálinkás Szilvia vállalta a konferencié szerepet. Emellett elmondta, hogy a bál vendégei úgynevezett repoharakat vásárolhatnak, így a tombola szelvények mellett ezzel is a Petőfi Iskola Alapítványt támogatták. A hajnali fél ötig tartó mulatságban az Avanti zenekar szolgáltatta a zenét.